Na, sziasztok! Itt vagyunk a következő podcastünkben. Igen, és eléggé, hát, hogy is eléggé ide, ilyen szomorú, illetve ilyen dühöngő podcast lesz, ugyanis... megszavazták a 13. cikket, hogy érvényben legyen. Pontosabban, a 11. és a 13. cikkeinek így van egy ilyen kettő változata, és azt elnevezték, hogy egy legyen, elnevezték 17. cikkenek, szóval lényegében erről van szó, de 13. cikke egy néven ismert, az a lényeg, és hát nem tudom, mikor lesz érvényben, elvettek a 2020-valahányban, de erről. Meg 5000-en írtak alá olyan petíció, vagy 5 millióan? Millióan, persze. 5 millióan írtak alá olyan hát petíciót, ami ugye ellene van egész Európában. Ez a 13. cikke jelen, hogy ne szülessen meg. Pont belefért a címbe. Vagy hát 11-12. Idés elköröm a live-ba. Úgyhogy nagyszerű. Úgyhogy az elkövetkezendő években majd szépen szerintem a platformok átváltanak erre, mert ugye most erre azért nem egyből lett ez beiktatva, hogy a platformok fel tudjanak készülni, de hát senki nem akarja, hogyha nyilván mindenki húzza az időt. De hát simán megteheti ezek után, hogy mostantól ez van, gyerekek, ha nem tetszik, akkor menjetek el, és valószínűleg akkor itt YouTube gyakorlatilag le lesz építve, szerintem legalábbis biztos vagyok benne. A videósnak elismegy majd a kedvük a videózástól, mert ebben biztos vagyok, ugyanis konkrétan nem tudnak videókat majd gyártani. Olyasmit is olvastam, hogy a ilyen zeneszerzők, meg ilyeneknek, hogy a YouTube, például a YouTube több pénzt fog fizetni nekik. Mondjuk ez egy jó döntés, ez nem arról, de szerintem így is sokat keresnek. De viszont ugye lesznek ezek a betiltott tartalmak, ami más személy jogát sérti, vagy nem tudom. Mondjuk ez a személy jogos dolog, hogyha ezt erősítették volna, hogy az még oké, hogyha valaki nem engedélyez valamit, és akkor vannak ilyen lépések, az oké. De most komolyan, hogyha valaki engedélyezi is, meg minden, akkor miért akarják ezt betiltatni? Ez az EU, ez komolyan mondom, ott ez a... 348 ember, ez nem normális, tehát 600, na, bevágom a képet is, hol van a kép? Képmentése. Mindjárt, bocsánat, nem mentettem le, és azért... Ja, még annyit, hogy igen. Erre a legjobb példa a mémek, mert hát azok is engedélyezik, ugye a Facebookon is meg lehet találni, azokat a videóba beleteszi valami videós, most... nem fogok reklámozni senkit, egy XY beleteszi a videójába a mémet, megmutatja, hogy neki mi a kedvenc mémet, tegyük föl. Itt belevágja, van. Belevág, és nem történik semmi, a Facebook se ízli, hogy ez az én mémem töröd le, nem. Nem, mert azért is van azok emberek, akik benne vannak a mémben, hogyha nem akarnák, hogy rajta legyenek, akkor biztos tudnának tenni most is valamit ezen, de nem tesznek, mivel őket ez nem zavarja. Szerintem nem is tudnak róla, hogy benne van valami mémben egy ember. Hát jó, lehet. De akkor is tudna tenni valamit. Ráadásul, eleve fiasség, ráadásul 2001-ben akarták ezt már eleve bevezetni, ami aztán már tényleg abszurd. És hát akkor tervezték el, hogy hasonlót. Aztán ugye lett kitálva, de rengetegen, akkor azért rengetegen üzültek, hogy jó, azért változtassanak, tehát azért ne ilyen legyen. Az a jog. Viszont most megint szavaznak, kicsit enyhítettek rajta, és le lesz vezetve. Ugyanis megszavazták, nagyon szoros volt, az a 36 egyébként a nemre szavazott volna, akkor is csak 310 lenne a nem, úgyhogy igazából nagyon szoros volt. Az a 274 embert azt istenítem, úgymond, de ennyi. Szerintem azok, akik igenre mentek, ott van valami ilyen lefizetés. Nem, jó, nem fizetés, nem értenek hozzá, ennyi. Nem értenek ahhoz, nem tudják mi az internet, hanem nem tudják, hogy működik.
konkrét, nem arra gondolok, hogy most routeren keresztül jön a kábelnet, még nem ilyenre gondolok, hanem hogy konkrétan, hogy mi történik rá, mert azt mondjuk, hogy hát ez rossz dolog, meg üző, veszélyes, persze, vannak olyan dolgai, hogy veszélyesek, ez egyértelmű, de igazából most nem erről van szó, hanem arról, hogy például olyan alap dolgokat, amiket föl, eddig is fel lehettek, és a YouTube se tiltotta be például a Spongyabob bevágszat, hogy 2000 years later például. Az a copyrightnak számít. Igen, mert akkor eltiltotta volna a YouTube. Csak hogy Spongyabobot teszel fel, vagy igen, bizonyos... mert az úgymond egy mém. És a mémek azok úgymond nem copyrightosak, és emiatt is tették be, meg az, meg hogy Instagramon is be akarják vezetni ezt a copyright rendszert, ez a 15 cikk által, például, hogy mész egy étterem mellett, behaladszódik a live-ban, például Instagramon live-oz, mondjuk ha Despacito, most mondtam egy zenét, akkor az a live-ot letilthassák, vagy akár csak egy 15 másodperces Insta-sztorit csinálsz, azt is letilthassa, vagy letöröltetheti a EU, szó az EU az Instagrammal letöröltetheti, úgyhogy a, nem is a, az a ember felel érte, aki csinálja, aki csinált azt a live-ot, hanem az Instagram, és ezért is nem szeretik ezt a platformot, nem akarják ezt. És ezért akkor meg hanem az Instagram. Vagy hát, vagy átalakítani valamilyen formában. Igen. Pontosan, és ezért is olyan rossz. És ezért is, teljesen ki van az egész Európa. Főleg, meg érted, még arra is vonatkozik, aki csak egy messenger beszélgetés, mert az is internet, az is Facebook, és még az, oda se küldhet semmit, mert még arra, az, azt is biztos nézik, hát egyértelmű minden benne van, az egész internet, nem izé YouTube meg ilyen nagy oldalak, nem minden, Indavideo is, minden, szóval még át se lehet menekülni másik platformra. Szia, Zoli. Szóval át se lehet menekülni másik platformra, hogy mit tudom én, akkor most jól alternatív, hogy gyertek át a Indavidóra. Nem. Az is, mert az egész internet. Jó, lehet, hogy a Messenger-t azt lehet, hogy hát nem fogják ilyen komolyan venni, mert hát az mégiscsak ilyen inkább személyes. Az, igen, az... azért is idegesít embereket, de azt is fogják már egész internet. Jó, de nem... Jó, lehet, hogy egy beszélgetés nem, de a csoportokat biztos nem, mert ott többen vannak eleve. Úgyhogy az, lehet, az a... hogy... azokat lehet, már biztos. Lehet 2021-ig el is felejtik. Nem, sajnos nem. Hiába jöjjék ezek, azt nem fogják elfelejteni. Jó is lenne. Szóval ki tudja. Jaj már, nem érvényes. Igen, Zoli, mi is ugyanezt érezzük. Nézzed a csetet egyébként? Szinte ugyanez, mert hát... Nézzed a csetet amúgy? Nem is nézed a csetet, mi? De. Na. Ilyen nőt küldött, meg ilyen... Jajó, akkor tényleg, jó, csak kencsoltam. Szóval ezen ki vagyok, de most komolyan... Most komolyan, ez... De 5 millió ember aláírta ezt. Én is gondolkoztam, de mondom, én nem vagyok 18 és ez nem az, hogy milyen... Mit tudom én... Valami kisgyerek... És azok biztos 18 ilyen felülnek, mert azok azt hiszem az alatt nem nagyon merték aláírni, én sem mertem, mert az mégiscsak egy hivatalos dolog, aztán ki tudja, hát, hogy mi lesz. Nem is engedik szerintem. Hát jó, nem tudják, most akármit megadhatsz, most mi lenyomoznak, hogy majd izé, ja te nem is, hogy itt laksz, igen, vagy mi, tehát azért nem ilyen. Hát e-mail címeden keresztül. Ki tudja. Vagy mindegy. Valahonnan. Valahonnan biztos. Szóval ez rot. Ez ezt nem is értem. Mert én értem. Az a legszomorú, hogy azok az emberek nem is értenek ehhez. És úgy szóltak, akkor mentek volna nem tudomra, vagy akkor ment volna az a 300, legalább akkor, mit tudom én, legalább 48 ember nem tudomra. Vagy valahogy, vagy legalább, várjál. Lényeg, hogy a nem legyen. Nem le kellett volna, igen, mindenkinek mondani, legegyszerűbb, de hát olyan biztos nem lett volna. Legalább egy 70, mit tudom én, 80 ember a nemre ment volna, és akkor már meg van oldva. Egy 75 ember mondjuk, akkor meg van oldva. Vagy eleve nem lenne ilyen. Vagy eleve nem lenne, de az olyan nincs. Már 2001-ben is tervezték volna. Mindig nem fogunk filózni, a fölösleges lényeg, hogy
sajnos lényeg, hogy ez Életbe lép. életbe lép. Valószínűleg a 2020-tól, idén még biztos nem szinte, mert a platformnak adtak időt felkészülni, úgyhogy még gyorsan kielveszhetjük a mémeket, meg ilyeneket. Jöhetnek a titok. Zoli nyugaton, vagy hát a, úgy veszük a, úgymond a... Németországban. Igen, tehát a nyugaton, vagy régen a régi nyugat, hogy mondjam. Na, hidegháborús időszaki nyugat területén rengeteg tüntetés. Itt sajnos nem, mert itt annyira embereket nem élt el, meg itt, itt azért, nem tudom, kevesebben élnek, vagy fogalmam sincs, mert annyira nem tiltakoznak, de majd biztos Budapesten lesz, meg Pozsonyban a felvonulás, meg ilyen, mit tudom, Bukarest vagy valamilyen nagy városok, biztos lesz. Szerintem. Ja. Legalábbis kéne szervezni, nagyon, mert ez nem normális, tehát meg rohadt sok, meg tehát vannak most nem most ilyen politika mentestől valamilyen szinten, hogy most nem hiszem a Fidesz meg ilyenek, de minden most nem erről beszélni, de annyi lényeg, hogy ott is csak idő, hogy hát akkor szavazzuk, mert mit tudom én. Szóval, hát... Még az a tüntetésre visszatérve, hát nem minném, hogy Közép-Európában lennének ilyenfajta tüntetések, max nagyobb városokban tényleg. Ott biztos, ott remélem. Jó, kisvárosokban biztos nem lesz, de nagyobb városokban nagyon remélem, és lehet, hogy az egyikre is fog menni, mert ez nem normális, mert tök fölösleges igazából csak ott vagy, hogy akarod ezt, de senkit nem fog érdekelni. Senkit nem. És most kezdődik szépen lemenni a demokrácia. Tehát így van egy ilyen ranglét, és így szépen megy le, így most kezdünk el lemenni, aztán majd következő nem, meg van lejjebb, biztos vagyok benne. Most internetet gyorsan kizéljük, jó, az nem mindenkire vonatkozik, csak sok ember adó idősökre nem jutani, aztán ezekre is, igen, minden, aztán mit tudom én, mi lesz, nem vagyok jósló, meg semmi ilyesmi, nem is akarok hülyeséget mondani. Hát lényeg, hogy valahogy ez le lesz építve, az biztos, mert ez nem normális. Nem is az, hogy jó, most... Várjál még annyit, hogy már régebben ott akartak, hogy minden linkért fizetni. És gondolom ez volt az a 11. cikkely, mert ez is az volt. Mindennél fizetni. Jó, nem úgy, hogy például Twitch-re is kell fizetni, meg a twitch.tv per Markes Darusszal is kell fizetni, most mondtam egy csatornát, most nem arra, de maga például a Twitch-et kifizeted, ha mondtam, hogy mit tudom én, 50 cent, most mondok valamit, vagy mit tudom én, 100 forint, vagy nem tudom, 200 forint mondjuk, és akkor kifizeted YouTube-ot, ennyi. És ez nem a YouTube-nak megy, mert a YouTube-ot ez nem érdekli, mert akkor az már érvényben lenne. Nem, hát aki kitalálta. A nagy államnak el lesz osztva az EU-nak, ez olyan biznisz amúgy, ez nagyon nagy bizniszám, de hál' Isten ez ennyi, legalább nem lehet megszavazni, mert hogy jó van, Kelet-Európában szegény, vagy Kelet-Közép-Európában szegények, és akkor jó, ne ez ne legyen. Meg senkinek se tetszene, hogy random kidobálunk. Jó, nem tűnik sok pénznek, de hát azért fizeted a internetet, érted? És az eleve az, hogy fizeted, és akkor ez eleve minden beletartozik, az maga a szolgáltatás. A oldalak, az újsornak fizetős oldalak, mert egyes tartalma, hát biztos vannak fizetős oldalak, ilyen valamilyen tartalmén fizetni kell, vagy valamilyen fizetni mondjuk kell. A YouTube-on a filmekért mondjuk például. Például, vagy az YouTube Red szolgáltatás, vagy mit tudom én. Mi van, más. De... Lehet, de na, szóval, hogy... Igen, vannak ilyenek, de hogy még ezért is fizetni egy ilyen random oldal kell, ami nem is neki menne, mert őt nem érdekelné, de nem az oldalak akarják ezt, hogy például a Twitch, vagy ezek, hanem lehet, hogy EU-ba, komolyan mondom, azok, volt ilyen mém, hogy a törökök elvitték a holdat, a nem tudom, valami osztrákok, volt ilyen mém. Nem, hogy a törökök elvitték a holdat, igen. Szovjetek a csillagot, a magyarok pedig dobják. Magyarok lopják, igen, és akkor ugyanaz, hogy az EU lopja a parlamentben a napot. Mert amúgy lehet, hogy jó döntéseket tudnak hozni, csak amihez nem értenek, amihez nem értenek, ahhoz én se tudok jót mondani, mert nem értek hozzá. Akkor mentek volna a nem tudomra, mert az a igen, az nem tudatos igen volt a legtöbb embernek. Mondjuk olyan, mit tudom én, 20 embernek tudatos volt, a többinek úgymond nem volt tudatos, mert nem ért hozzá.
A 2014 meg ért hozzá, abban biztos vagyok, hogy szinte az összes, aki nem ment, az ért hozzá. És 35 ember legalább fölvállalta, hogy ehhez nem ért. Most nem azért, de miért vannak eleve ilyen emberek a parlamentben, akik nem értenek hozzá? Nem, nem. Eleve akkor nem tudom, rá kellett volna menni. Ez nem szégyen, hogy nem értesz valamihez. Az a szégyen, hogy hülyeséget csinálsz, vagy legalábbis nem is az a szégyen, de hát azt idegesítő. Nem értenek hozzá. Igen, mert idegesítő, és másnak ártasz ezzel. És mégis ők mennek a igenre, akik nem tudják, mi a következmény már. Nem, azt hiszik, hogy olyan internet rossz hely, de nem rossz hely, csak te vagy hülye. Hát, csak az lesz, mert hát köszönhető... Nem is rossz lehet, ember. Hanem semmilyen nem lesz. Ilyen, konkrétan csak ilyen szöveges, ilyen textnet lesz, én már elneveztem ennek. Tehát írkodunk, az kész. Ennyi, textnet gyerekek, ez megjött. Bármilyen nevetségesen is hangzik, ez van. Hát, kicsit igen, de hogyha jobban belegondolsz, akkor meg szomorú, szóval... Igen. Hát nem úgy nevetséges, hanem hogy a kommunom a szomorú. Na hát maga ez a elnevezés, hogy text lesz a internet, ez magában vicces, de... Igen, de nem az, mert... Maga ok az nem. Max a vloggerek tudnak majd maradni, de hát a gameplay-esek meg lehet, hogy az is, mert hogy nem te készíted azt a játékot, jó, annyira nem lesz elborult, hogy például New Yorkot nem te építetted, de például nem te csináltad a kodot, vagy egy játék, a Minecraftot, akkor lehet, hogy nem csinálsz be a videót, vagy le lesz a monetizálás éve, így is már rossz a gameplay-es van a YouTube-on, mert mi nem is gameplay videó test live-ot csináltok, hanem simán ment egy helybe a kép, és pixeles volt egész, úgyhogy a live az borzasztó, meg a YouTube-on is. Tettem fel a gameplayt, tiszta pixel az egész. Zoli nem írt a chatbe, mert kiléptem belőle. Ja, nem írt senki, nem. Fura, hogy a többiek nincsenek itt például a... Jaj, kikszeltem. Jaj, kik voltak itt tegnap, mert kikszeltem a beszélgetést. Tegnap a Rudika, meg valami zöld alma, nem? Zöld alma. Azokra gondolsz, mert voltak valamilyen nevek rémlenek. Bocsánat, hogyha nem ez a nevetek, de valami ilyesmi. Zöld alma, igen. Zöld alma 2000, meg a Rudika. De úgy vissza lehet nézni a live-ba, mert ott mondtuk egy a tegnapi be. Szóval... Hát... Most, igazából... És mondhatnánk körbe-körbe ugyanezeket. Hát csak ennyit tudunk mondani, mert egyszerűen ez nem egységes. Ez az egész. Tehát ez hát az. Ez tényleg semmi értelme. Tehát, hogy... De az még... szóval nem értenek hozzá, érted? És úgy szóltam, mert biztos nem értenek hozzá. De még csak a internetet teszünk tönkre, következőnek mi lesz? Mit tudom én, ilyen támogatja például a nyugdíjat, most viccenkívül lehet, hogy azt veszik le, vagy akármi. EU az már... Bár én csak azokat a gyerekes elmekének az apja, nagyapja az igenre szavazott. Mindenkire hatással lesz, na. Tehát ez... Igen. Rossz hatással. Hát igen, rossz hatással. Mint más, de most nem menjünk bele. Yeah. De minden most nem ez az, nem szucs értenék. Na, úgyhogy ennyit van akkor ez a live. Ennyit akartunk, hát semmi jót tudom, hogy nem mondtunk, de legalább hasznos volt emlék a információ. Játok meg itt kommentben, majd ugye is tudom, lássátok ezt. Instagram lent a leírásba. Igen, a Facebook is ott lehet írkolni. Szerintem a Instagramot akkor azt szerintem oda ne is írkoljatok, mert ugye ott úgyse fogunk szerintem válaszolni, inkább Facebookon fogunk, meg oda nem is hát lehet meg nem is lehet oda automat a botot, mert tudod, hogyha valaki ír neked, akkor hogy írnál vissza, hogy szia, köszönjük, hogy bekövette, vagy valami, és elmentek az Instagram ezeket törlő, úgyhogy nem akarom, hogy a Instagramunkat töröljék, azt nem akarom, hogy megsértődjenek az emberek, hogy nem írunk vissza. Azért is kell ez a bot, hogy majd válaszolunk, hogy mit tudom én, meg hát mégiscsak milyen jó. Meg hát a Instagram az kép megosztása van, nem pedig írkodásra, arra a Messenger van. Igen. Nem is van a nevében. Hát igen. Instagramon, hogy nincs értelme. Pii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 i
gondolkodás formájába. Na, úgyhogy ennyi lett volna a live, akkor ezt lezárjuk, szerintem. Igen. Úgyhogy ennyi lett volna. Sziasztok! Sziasztok!